Nagy Zoltán Mihály, apró novellák, első. Október utolsó hetében jár az esztendő. A szomszéd falu határában terpeszkedő dombonulat mögül kibújt a nap, bágyat fénye elönti a tájat. Szélserebben. A hűvös reggel szép időt ígér. A féludalasan beépített alsó utcán elsős kisfiú ballag az iskolává avanzsált egykori finánc laktanya felé. Vállán vászontarisznya, benne könyvek, füzetek, toltartó, két zsíros kenyér. A házak sorát megszakítja a futballpálya. A kisfiú átugrik a sekély árkon, képzeletbeli labdát pöckölgetve, a 16-os fűrészporral beszórt vonalán a kapu felé fut, egy a szintén képzeletbeli védőt, kapura lő, gól. Még arcán a siker öröme, mikor ismeretlen zajcsap a falusi reggel megszokott csendjébe, két repülőgép közeledik. Egészen alacsonyan szállnak Vörös csillagos fémtestük riasztóan villog a napsütésben. Már közel, a főutca fölött hasítják az eget, egyenesen a kapu felé, mintha a felső léc alatt akarnának elsuhanni. Dübörgésük elviselhetetlen. A kisfiú szemében rémület. Felordít. Leveti magát a földre. Arcát belefúrja a futballpálya elsápat füvébe. Tenyerével a fülét takarja. Csöbb kis testét, rángatja a rettenet. A vasszörnyek az ég az úrját felszaggatva húznak el fölötte. Arra felé, ahol apukája szerint tüskés drótkerítés fogságában vergődik a haza. Kettes. A sorbanállás rendjének önjelölt felügyelője, a mindenében két kanál szerepét egyéb ügyekben is vállaló atyafi, már az első szűk szállítmány érkezésének napján megbukott. Hiába törte magát, nem tudta megfékezni a betevő falatért tülekedő sokaság rohamát. Azóta pisztolyos milicista strázsál, zordalcar, a kenyérosztásra váró asszonyok, eladó lányok és meglehetősen időskorú atya fiak sora mellett. Van köztük néhány kis kamasz is. Egyikük viszonylag jó helyen, a sor közepe táján áll, markában a napi jusként magas hivatalokban megszabott két kenyér ára. A bolt ajtajának egyik szárnya nyitva, de belépni tilos, egyébként lehetetlen. Kereszben elhelyezett asztal állja el az utat. Mögötte boltos bözsi, és alkalmi segédje egy fiatal asszony a rokonságból. Bözsi a kettesével keze ügyébe rakott kenyereket odatolja a vevő elé, a fizetendő 30 kopejkát pedig belepottyantja egy cipős dobozba. Az első és az utána következő vevők mellükhöz szorítják a járandóságukat, aláereszkednek a magas lépcsőn, és csak akkor rakják táskájukba a kenyereket. A többiek morgolódás nélkül, vállával az ajtó felett támasztó milicista miatt fegyelmezetten várnak a sorukra. Fogy a sor, de a kenyér odabent gyorsabban. Mikor a kiskamasz előtt már csak néhány asszony áll, boltos bözsi az asztalon áthajolva közönyös hangon bejelenti, tíz darab maradt. Ennyi elég, hogy megértse mindenki, ötnek még jut, a többiek hoppon maradnak. Csak hogy ebben nem lehet belenyugodni. A milicistával már senki sem törődik, csapkodnak a szemrehányások. Másfél órája várok, és most üres táskával menjek haza. Mit mondok az uramnak? Mit teszek holnap reggel a tarisz nyájába? Na és a puja? Mit adjak a kezükbe, ha kenyeret kérnek? Miért nem hoznak eleget? Szó szót követ, a szavak sokasága haragot lobbant. Mindenki részesülni akar abból a tíz kenyérből. Nincs szomszéd, nincs rokon, a tömeg felbojdul, neki iramodik az ajtónak. A milicista idegen nyelven ordítozik, visszafelé parancsolja a nyomakodókat, de az asszony népből álló túlerő elsodorja, letaszítja a lépcső tetejéről. A szégyentől pironkodva értetlenkedik egy sort, aztán határozott mozdulattal a pisztolyért nyúl. Gyors egymás utában kétszer a levegő belő. Az asszonyok felsikoltanak mozdulatlanná dermednek a félelemtől. A falnak szorított kamasz eszméletét veszti. Elernyett markából kihull az apró pénz, szánalmasan csörren a betonon. A mögött álló asszony kisi hátrább húzódik, de a fiú nem érzékeli a prés lazulását. Oldalvást dől, és mielőtt az asszony kinyújtott keze megakadályozná Lezuhana a lépcső mellett árválkodó hitvány virágok közé. A döbbenetből felocsudván többen feljajdulnak. Istenem, meghalt! A milicista felemelt kezében a pisztolyjal tanácstalanul ácsorog. Két asszony odasiet, hátára fordítják a gyereket, kiemelik a bokrok közül, mellének masszírozásával, fejének rázogatásával életet lehelnek bele. Mikor kinyitja a szemét és értetlenkedve rábámul a fölére hajló arcokra, buzgon hálálkodnak a jó Istennek. Boltos bözsi tenyere az utolsó két kenyérem. Megvárja, amíg a fiú feltápászkodik, akkor odahívja, kezében nyomja mind a kettőt. Nem tiltakozik senki. Az elgurult kopejkákat keresi.